Figyelj, hátad mögé, hátad mögé, figyeljél! Gyere vissza, gyere vissza! Ne lesen a földön, ne lesen a földön! Ne lesen, védekezzel, védekezzel! És elfutsz, Zorsan, és elfutsz, gyerünk, gyerünk! Ez pedig már a Tóth Gábor által vezetett Krav Maga tábor. A sportág megtanítja azokat a fogásokat, amelyekkel akkor is megvédheted magad, ha még soha nem ütöttél meg senkit, mondják a szakértők. A tábor célja a test fizikai karbantartása és az önvédelmi játékos formában történő oktatása volt. Egy hetes napközis önvédelmi tábor, ugye egy Krav Maga, mint önvédelmi rendszeren belül egy önvédelmi tábor tartunk gyerekeknek. Elég szép számba itt a háttérben látszódik, 21 gyerekkel jöttünk össze. Nagy részben ők egyébként hozzám járnak edzésre, tehát a tábor nyári időszakon kívül rendszeres edzéseimet látogatják. Ez az egyhetes tábor, ez egy intenzív, napi 8 órás, végül is testmozgás programokat szervezünk nekik, próbáljuk a nyár elejét egy kicsit beindítani nekik, illetve azért fizikailag vagy fizikálisan karban tartani őket. Szeretik ezt a fajta mozgásformát a fiúk? Hát szeretik, igen, elég sokan járnak, ugye majd mondtam is, hogy jártak hozzám, szeretik, mert megtanulják megvédeni magukat, az egyik fő cél, az mellett megtanulnak a küzdősport alapjait magukra veszik. Igyekszem, mivel gyerekekről van szó, egy kicsit ezt játékosan átadni, ezt az önvédelmi rendszert, amit én már több éve oktatok nekik is, illetve felnőtteknek is. Szeretik azt a légkört, amit létrehozunk nekik, ezért is sikerül egy ilyen, most már 4.-5. alkalommal tábor jelleggel is megvalósítani ezt a programot nekik. De szinte minden sportág nagyon fontos a fegyelem, és ahogy látom, ezzel sincs probléma. Igen, igyekszünk a fegyelmet betartani, most még a hét elején még nagy részben sikerülni szokott, a hétvégére elfáradnak egy kicsit a srácok, de hát ez tök teljesen természetes. Igyekszünk egész héten színes programokkal előállni nekik, tehát nem csak kijövünk napi 8 órát itt edzegetünk, hanem különböző programokkal látogatnak meg minket, rendőrségtől lesz rendőrségi bemutató, akár kutyás bemutató, akár rendőrségtől jönnek tájékoztató jelleggel, számítógép veszélyeiről fogunk beszélgetni velük. Csinálunk egy filmes délutánt, ami a filmes délután is általában valami küzdősporttal kapcsolatos filmet szoktunk megnézni gyerekekkel. Íjászatot szervezünk, élménylövészetet szervezünk a gyermekeknek. Tehát az egész hét olyan, hogy edzenek, sportolnak, játszanak, és nagyon-nagyon jó érzik magukat. Ami a leglényegesebb a gyerekeknél. Levente évek óta űzi már a Krav Magát, és mindene a mozgás. 4 éve űzem már ezt a sportágat, és szerintem tök jó, és aki teheti, az is olyan. Milyen foglalkozásokat szeretsz legjobban? Szeretem nagyon itt lenni, és úgy mindent, amit szokott lenni foglalkozás. Elfáradsz a nap végére? Néha.